Felmondta a támogatási szerződését a Román Jégkorong Szövetség a Bukaresti Sportminisztériummal, ezzel lemondva a költségvetésből származó pénzről. A döntés előzménye, hogy a szaktárca felfüggesztette a Sportági Szövetség szeptemberi tisztóító küldőgyűlésén hozott határozatok hatáját. Felmondta a támogatási szerződését a Román Jégkorong Szövetség a Sportminisztériummal. A Sportminisztérium korábban felfüggesztette a szövetség tisztóító küldőgyűlésén hozott határozatok hatáját, többek között arra hivatkozva, hogy a 2021-22-es idény versenyeiben szereplő 25 egyesület közül 12 nem kapott szavazati jogot. Brassó mellett a szavazásból mondva csinált indoklással kizárt további 11 klub székelyföldi volt. Nagy Attila Ferenc, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia igazgatója híradónknak elmondta, az egyre jobban elfajuló helyzet sokkal inkább a politikáról szól, mint sem a jégkorongról, és figyelmen kívül hagyják a csapatok és a sportág érdekeit. Pontosan tudjuk, hogy nap mint nap küszködik mindenki a költségvetésekkel, nagyon kevés a pénz, nagyon nehezen tudjuk az aktivitásokat szervezni. Megváltoztak az energiára, a kékpár fenntartása, a borzadalom, és ezután még nehezebb lesz. És ebben a kontextusban a Roma Jégkorong Szövetség vezetősége úgy döntött, hogy felmond egy finanszírozási szerződést a minisztériummal, mert nekünk bizonyos személyes sérelmeik vannak. A szövetség közleményében kiemelték, noha az anyagi forrásokra szükségük lenne, ebben a szélsőséges formában tiltakoznak a sportminisztérium szerintük törvénytelen és átpolitizált beavatkozása ellen. Novák sportminiszter szerint egy ilyen cselekedettel nem a minisztérium, hanem a sport ellen léptek fel. Azt tudjuk mi leszűrni ebből, hogy itt nem számít lényegében a sportnak a fejlődése. Itt mindig is sajnos az utóbbi 20 évben történő attitűd jön felszínre, amiben egyszerűen nem a sportnak a sport volt a prioritás, a hokinak a fejlődése, hanem a saját ambíciók és a saját érdekeknek a prioritizálása. Alexandru Halouka úgy biztosította maga számára új elnöki mandátumot, hogy minden olyan klubtól megvonta a szavazati jogot, amely nem rászavazott volna. Továbbá szinte minden székelyföldi jelölt indulását a tisztújításon visszautasították a szabályzat sajátos értelmezésének alkalmazásával.